megbeszéltük ezeket a dolgokat, hogy nincsen negatív dolog, nincsen szomorkodás, mert ott van az adott futam, és ma, és nem ez volt az első nap, hogy megint az történt, hogy embereknek nem sikerült a futam, és akkor elkezdtünk szomorkodni, elvonulni, széthúzni, és ez öli meg a csapatot. Ahelyett, hogy ott közösen összedugnánk a fejünket, hogy találjunk megoldást, hogy csináljuk meg együtt. Mert mindennyiünknek ez a célja, hogy mi megcsináljuk. Kell, hogy kommunikáljunk egymással. Én ezt támogatom ezt, és azt is megbeszéltük múltkor. Én azért maradtam ott a mencs, én nem vonultam el félre, én a Soraspánál mentem el félre, pontosan ezért, hogy ezeket az energiákat ne rólatok húzzam le, és úgy akartam visszamenni, hogy pozitívan. És én azt vállalom, hogy múltkor elvonultam. De viszont elvonultam. Oda is szúrtál nekünk. Mikor? Előtte, mielőtt elvonultál. Hogy soha többet nem hallgatok rád, vagy rátok, vagy valami ilyesmi. Itt volt egy ilyen. Nem, ott magamra voltam mérges, én azt el is mondtam utána. Én azt teljesen értem, hogy magadra vagy mérges, csak tudod, mi meg rögtön magunkra veszünk. És ezért vonultam el, mert abba hagytam. És ezért vonultam el, mert abba akartam ezt hagyni. Ez úgy van, szerintem, hogy nem lehet elsőre mindent tökéletesen csinálni egyrészt, másrészt meg itt azért nem tudom, van-e olyan ember, aki szorosan vett értelemben csapatsportból jön. Én úgy tudom, hogy nincs. Ugye azért alapvetően egyedül vagyunk a kiki a saját szerénél, és ezt szokni kell. Tehát én nem tudom, milyen egy csapatban például működni, én ennek nem ismerem a mechanizmusát. Vakon tapogatózok, hogy mint közösség, mint egy csapat, hogy kell működni. Úgyhogy abban még biztos, hogy vannak hibáink, és egyébként ebből a szempontból tök jó, hogy például Andris, te később csatlakoztál, mert kicsit objektívban rálátsz erre, hogy így hogy tűnik, mi hogy tűnik. Uh-huh. És szerintem ez jó, és ezt nyugodtan mondjad, aztán az kiderül, hogy ez igaz-e, vagy sem, vagy legalábbis már onnantól meg lehet beszélni. Én most nem kioktatni akartam segíteni, nem rossz indulatból akartam segíteni, főleg én, aki a tegnap meg a mai napomat én kidobhatom a kukába. És nem azért mondtam ezt az egészet, hogy most itt egymással haragudjunk, hanem azért, hogy lépjünk egy pozitív változás felé. Igen, én holnap úgy akarok menni a végjátékra, hogy én értetek akarok küzdeni, és ha kell, akkor a pályát tépem szét azért, hogy mi egybe maradjunk. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.